Sziasztok! Mik a szándékai velem? Ez lesz a kérdés. Válasz egyet a kártyák közül. Egyes kártya a holdkő. Nem látszik. Így. Kettes kártya pedig az Angel Eyed. A torokcsakra és a koronacsakra. Bocsánat, hogy csak most jelentkezek, nagyon elfoglalt voltam, vizsgáztam is, tanultam, meg egyéb dolgom volt, és mindig megzavart valaki, nem tudtam videót csinálni. Szóval, most köszönöm a türelmeteket, és akkor nézzük, hogyha szingli vagy, akkor mit várhatsz ettől a kapcsolattól, vagy ettől a személytől, akire gondolsz. Hogyha a holdkövet választottad, mik a szándékai veled? Megnézzük először a tarókártyát. Mik a szándékai az új személynek, vagy a partnerednek, akire gondolsz? Mik a szándékai velem? Temperance. Mi lesz a jövőben? Mi lesz a kimenetel? Mik a érzései? Vízöntő vagy tűzjegyű személy. Itt mindegyik megtalálható, a víz is, a földelem is. Szóval szeretne egy harmonikus viszonyt, szenvedélyt létrehozni, egy kapcsolatot veled. És mindent meg akar neked adni, vagyis túl jónak tűnik az, amit ajánl, és először bizalmatlan leszel vele szemben. Esetleg több opciód is van, több személy szeretne veled kapcsolatot, vagy látod benne a potenciált ebben a kapcsolatban, vagy ő benned, és a kimenetel pedig egy szerződés, vagy akár házasság is lehet. Valami egyesség. Itt aláírnak valamit a könyvbe. Úgyhogy valami hivatalos lesz a kapcsolat. Tudok. Elképzelhető. Így legyen, remélem. Nézzük a többi kártyát.
kártyát. Mik a szándékai? Ó, szenvedély. Hát először is élvezni akarja a testi örömöket veled, vagy testi kapcsolatot. Vagy csak élvezni az együtt töltött időt. Legyél nyitott, mert a lelki társad lehet, hogy különbözik a szokásos típusoktól, vagy elvárásaitól. Lehet, hogy pozitív meglepetés lesz. Ó, lehet, hogy távol lesztek egy ideig egymástól, vagy most vagytok külön. Az is lehet, hogy különböző hagyományokból, kultúrából származtok, és ez befolyásolja a kapcsolatot, vagy vallási különbségek vannak, vagy hagyományokban különböztök. Az is lehet, hogy ez egy múltbéli kapcsolat, előző életekbeli. Előzőleg ismertétek egymást, ezért tűnik olyan ismerősnek, ahogy meglátjátok egymást. Ha még nem találkoztatok, akkor olyan érzésed lesz, mintha már ismernéd őt 100 éve. Olyan jól kijöttök egymással, megtaláljátok a közös hangot. Mik a szándékai egyes csoport? Nem akarom túl hosszúra húzni. Természetesen enged, hogy a kapcsolat természetesen alakuljon. Enged szabadjára a vágyaidat. Ne korlátozz magad a gondolatokra vagy logikára. Ez egy félelem nélküli szerelem. Legyél bátor belevágni az ismeretlenbe. Ez számodra ismeretlen. Félelmeket nem ismerő szerelem. Lehet, hogy először barátként kezditek, utána alakul ki a vonzalom. Jeleket fog küldeni az univerzum feléd. Észre fogod venni a jeleket, mielőtt találkoztok. Az is lehet, hogy ő a te ikerlángod. Ami a te lelkedet tükrözi. Hasonló lelketek van. Vagy ikerláng az azt jelenti, hogy mindenben szinte azonosak vagytok. Melyik kártyát?
Mik a szándékai ennek a személynek, akire gondolok. Watching, vagyis megfigyel téged. Oh, soulmates, lelki társak, ez egy lelki kapcsolódás, partnership, egyesség, lelki szerződés, soul contract, erős kötelék fűz össze titeket. Valakinek tetszel, someone likes you, a románc az egyre csak virágzik, flörtölés, randizni szeretne veled, ez a személy, hamarosan randizni fog elhívni, és egyre többet beszélgettek, az üzeneteket küld, text, call, e-mail. Valaki újra fogsz találkozni, és lefixáljátok a dátumot is. Tehát ez nem egy ex, hanem egy teljesen új személy, akiről van szó. Remélem, hogy rezonál veled. És ez a kapcsolat változást fog hozni, és gyógyulást. Hogy legyél nyitott a változásra, azt javaslom. Tehát következőleg hamarosan randizni fog hívni téged. Kemény munkát kifizetődik, vagy pedig ő egy Capricorn csillagjegyű új hold Capricornba, a nyilas után lévő csillagjegy Capricorn, most nem jut eszembe a neve, Pak, ezt a kettőt mindig összekeverem. Szóval, lehet ez a személy keményen dolgozik, vagy sokat dolgozik, és az érzelmek magasra vágnak, szuper hold, ez közös érzelem, az meg lesz. Úgyhogy drukkolok neked, egyes csoport. Köszönöm, hogy megnézted, és a másikat is megnézheted, ha érdekel. Ez. És szép napot, szia! Üdvözöllek, szia, kettes csoport! Az Angelite követ választottad, egy angyal kő. Mik a szándékai veled ennek a személynek?
mire gondolok, gondolsz? Oké, nézzük is. Szeretné veled élvezni az életet, legalábbis az elején. Őszinte leszek veled. Tényleg vonzónak talál, viszont független szeretne maradni. Szeretné. Valamit teremteni veled. Alkotni. Viszont szorongások és félelmek gyötrik, hogy ez a kapcsolódás neked fájdalmakat fog okozni, és álmatlan éjszakákat is lehet, vagy okozott. És igen, itt látok egy szomorú lányt, aki sír, egyedül van, és kint van az utcán, bent pedig meleg van és fény, és esik itt a hó, magányosság, szomorúság. Hát az az érzésem, hogy el fog hagyni téged, vagy úgy döntötök, hogy közösen, hogy véget ér ez a kapcsolat, ha egyáltalán lesz kapcsolat, valami szituáció kialakulhat. Nem akarom szépíteni a dolgot, de ez az igazság. Ez a két lap egymás mellett, ez így egyáltalán nem pozitív. Szóval csak felhívom a figyelmedet, hogy legyél óvatos. Nézzük meg a többi kártyát is. Nem biztos, hogy mindenkivel rezonál. És ugye az energiák is változnak. Itt nincs sok érzelem, nincsenek olyan lapok, amik szerelemre utalnának. Legalábbis közös szerelemről, viszonzottról. Mik a szándékai? Lehet egy ikerlán kapcsolódás, ami de viszont az a személy nem érzékeli, hogy ti ikerlángok vagytok, hogy másképp látja.
Ez egy váratlan kapcsolódás. Ellentétek vonzák egymást. Úgy hirtelen jön, és teljesen különböztök egymástól. Megbocsátás. Bocsáss meg neki, ha fájdalmat okozott. Engedd, hogy a víz elmossa a fájdalmadat, a múlt fájdalmaid. Hogy bocsánatot szeretne kérni tőled. Szerelmi jel, a affirmations, megerősítések, szerető szavaknak erejük van, hogy szóban fogja kifejezni önmagát, vagy úgy hozhat szerelmet az életedben, ha ilyen megerősítő meditációkat hallgatsz. Amiben pozitív megerősítések vannak. Open your heart, nyisd meg a szívedet. Divine timing. Ez egy olyan pillanat lesz, amire várnod kell. Vagy már többször megismétlődött veled, az is lehet ez a szituáció. Valaki a múltadból esetleg. Várható egy beszélgetés, őszintén beszéljétek meg egymással az érzéseiteket. Vonzalom, akkor vonzasz szerelmet, hogyha a pillanatban élsz, és a pillanatot élvezed teljes szívedből. Kicsit törődj önmagaddal is. Merülj el egy forró fürdőbe, illatos fürdőben, vagy csak szagolj meg egy virágot, bármi, ami feldob, az segíthet. Past life relationship, ez is, vagyis a múltbeli kapcsolat. Ismertétek egymást ezelőtt. Ez lehet evilági, vagy előző életetekbeli találkozás. Először is szeresd önmagadat. Hogyha önmagadat tiszteled, akkor mások is tisztelni fognak. Ne add magad könnyen, és csapdába húzni, kihasználni. A te érdekeidet vedd figyelembe elsősorban, hogy ami neked jó. Hadd küzdjön érted egy kicsit, ne pedig te rohan utána. Tudom, én is elkövettem már ezt a hibát sokszor. Mik a szándékai velem, veled? Beszélni akar veled, vagy írni neked, visszahúverolni.
üzenetet fog küldeni. Szenvedély, őrületes kémia van kettőtök között. Élvezitek a szenvedélyt együtt, vagy külön. Nem elég, úgy érzed, nem vagy elég neki, vagy frusztrációt érzel ebben a kapcsolatban. Kevés az önbizalom, self-szabotázs, valaki szabotálja önmagát. Ez a partnered, vagy a személy, akire gondolsz, vagy pedig te. És itt még féltékenység és ego problémák is vannak. Az egójára hallgat. Egoista. Lightning. Itt lesz egy hirtelen változás. Sokkoló hírek. Meglepetés. Átalakulás. Itt ez a pillanat. Valaki nem mutatja az igazi érzelmeit, valamit rejteget. Gaslighting, gázlángozás. Maszkot hord. Nem bíznék ebben a személyben. Narcisztikus. Egy oldalú kapcsolat. Love bombing. Szerelem bombázás. Hát igen, van ez így. Nem mindig csak jó történik velünk, ugye, az életben. Elég gyakoriak az ilyen kapcsolatok. Sajnos. Ha úgy gondolod, veled nem ebben a szituációban vagy, akkor hagyd figyelmen kívül az üzenetem, és nézd meg egy másik videót, vagy a másik kártyát, hát ha az veled jobban rezonál. Nézzük meg, mit javasolnak a kártyák, az univerzum. Fixed moon, hold your vision. Prosperity, bika, új hold bikában, bőség várható. Anyagi gyarapodás, úgy fizetésemelés. Ó, és igen, gondoltam. Semmi sem fog, semmi jó nem fog kisülni ebből a szituációból. Ezzel a személlyel, ugyanis ő egy narcisztikus valószínűleg, és csak összetöri a szívedet. Hát sajnálom, de van ez így. Jobb, hogyha mást keresel, vagy nem tudom. Hát, rég olvastam már ilyen rossz híreket, elnézést. De a lényeg, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk. És köszönöm, hogy megnézted a videót. Iratkozz fel, vagy nyomj egy lájkot. Szia!